Zsidó 60. Költő vagyok, mit érdekel engem a költészet maga? Nem volna szép, égre kell az ég folyó csillaga. Amikor valamikor réges régen egy messzi-messzi galaxisban, egy eltűnt társadalom idejében és terében Zsigmond Jenőnek akkor tájt és azóta is mondják, feljött Budapestre és dolgozni kezdett, a mondat ezen része ma már nem lehetne érvényes. A Taurusban, azaz egykori Taurus gumipari vállalatban, amúgy a szék sincs meg, vagy csak alig, és ott dolgozott, amely egy napon az akkori barátnője édesapja felhívta a figyelmét, hogy a kerületi tanácsnál Cilányi előadót keresnek. Zsigmond Jenő felmondott, és 1980. január 1-től a 15. kerületi tanács Cilányi előadóként dolgozott. Az döntés akkor tájt épp, hogy kevéssé lehetett magától értetődő, amint ma, az életpálya fontos szakaszai után annak látjuk. Zsigmond Jenőnek a zenész akart lenni, és nem cigány, lévén az már volt. De mégis, amikor 1980-ban kilépett a mindennapi életből a civil bagásból, ahogy ott itt mondja, és Szigányi előadó lett, akkor azt nem tehetetlenségből, hanem jól megfontolt döntésből tette, akármilyen fiatal volt, akármennyire sejtelmesen lehetett arról, hogy mi fog történni vele, mindannyiunkkal. Szigányi előadón a finoman szóval nem azok mentek el, akiknek rendben volt az életük, azaz volt életük, munkájuk, párjuk, lakásuk, hanem azok, akik nem nagyon tehettek mást. Zsigmond tehát nem megélhetési cigány lett, ellenben az adott pillanatban meg nem élhetési dolgozó, jóval kevesebb pénzért, mint golyófogó. Viszont találkozott nem boldog cigányokkal, és nem elégesen találkozott azzal az emberrel, akit mi Zsigmond Jenőként ismertünk meg, akként tisztelünk és akikben ünnepelni jöttünk össze. Magyarán a mai nyelvünkkel, ahogy ma beszélünk, nem elfogadta, hogy ő cigány, ellenben választotta. Nem is probléma az, amivel egy vidékről nehéz körülmények közül származó roma fiatalember szembe találta magát, amikor arra tudott, hogy annak kell lennie, ami. Az adottság viláza nem adottság, itt a Tamás Gáspár Miklós egy filozófiai tételkönyv első mondatában, a származás reflexiója nem a származás része. Mint az annyit jelentett, hogy Zsigmond megértette, hogy a maga normális szerint kíván cigány lenni, akkor nem elég, hogy már az. Az annyit jelent, hogy dolgoznia kell cigányként, a cigányokkal, a cigányokért, önmagán és önmagáért, azaz az identitás nevében leírt életet úgy hívják, hogy munka. Nem tagadom, ezt nagyra értékelem, magam zsidó párten állok, ez a Dr. Freud. Szóval Jenő párten állok, ha mindig ezért is álltam a párten havazás nélkül, és ezért az evidenciáért volt. Amely annyira nem evidens, mint amennyire az a bonyolult élet mutatja, amely Zsigmond Jenő élete, akinek a munka és élettörténete ugyanaz. Engedjenek meg még egyetlen filozófikus mondatot, mielőtt rátérnék néhány személyes példára, amelyet ugyanancsak fontosnak és magával ragadónak tartok, bármilyen nehéz volt egykor. Zsigmond ezzel a lépéssel pontosan az ellenkezőjét vélte az identitására annak, amit a korszak nagy írója, így és Zsigmond a Sorsolasszok című darabjában javasolt. Ebben a műben a magyar nagymar színésznek megmondja az édesanyja, hogy ő bizony egy szerelmes éjszakán keletkezett, de nem az édesapjával, ellenben egy mintis szóval egy zsidó emberrel való szerelmes együtt után, kiállt fel a hős, hiszen akkor zsidó vagyok, kipányom a fejébe és indulna Izraelbe, mondani innen minden másképp van. Ez kiállható ellentétben van a Zsigmond Jenő stratégiájában. Ő az volt, és formálisan az is maradt, aki, de mégis alapvető fordulatot hajtott végre, még ha ez láthatatlan is volt, amennyiben az adottsága, a származása feladatát munkájával oldotta meg. Cigány vagyok, mit érdekel engem a cigányság maga? A cigányság nem beszédtéma, hanem munka, feladat, épp úgy, mint a vers. És innen magyarázható elég sok minden, amelyet páran elég nehezen értettek meg, ugyanis Zsigmond nem magas természet, nem maximalista típus, nem kérelhetetlen, hanem egyszerűen dolgozik. És a munkadarab, amelyet meg kell munkálnia, az a cigánypolitika volt és van. Cigánypolitikus lett, szakember tehát, akinek nem az volt a dolga, hogy pusztán egy civilizáltabb golyófogóként küzdjön a romák jogai ellen. Amikor türelemre kellene intelni őket, mint az elvárta tőle a rendszer, amelynek a része lett. Ellenben a romák jogaiért kívánt küzdeni olyan világos és egyértelmű programmal, amelyben nem volt semmi félreérthető. Minden ember szabadnak és egyenlőnek született. Tehát még a romák is. És ha ez így van, akkor abból az következik, hogy a cigányoknak épp az jár, és épp úgy, mint a többieknek. Épp azért jár mindez, mert ugyanannyi a kötelességük is. Ha valaki olyan mély szegénységben él, hogy nem férhet hozzá az életéhez, nem férhet hozzá önmaga megmunkálásához,
ha valakit mindig éhes, ha valakinek a gyerekei mindig éhesek, ha valakit mindig megaláznak, a nedveit el is szalláz, akkor mint életne méltóan, hogyha a jogán kívül él? És ugyan azért kielezetlen, ha ez kielezetlenség, mert a mások jogaiért jött, ahogy én ismert magyar szociológus könyv címét idézem. Valóban nehéz kérdésre erre keresünk választ, ugye miért kevesebb valakinek a joga, aki éppen olyan áldozatunk született a világra, mint bárki más. Erre igen nehéz választ adnunk, a türelem, majd 100 év múlva, egy pillanatnyi irónia sincs ebben a számban, csak jobbra fordulnak a dolgok. És Zsigó ennek megfelelően dolgozik. Csináltak egy interjút 1988-ban a Magyar Nemzetben, Neményi Mari készítette. Végül persze rámaradt, hogy a lap egyik szerkesztőjével egyeztesse a végső szöveget, Zsigó maga részéről kész volt, és elégedett meg is tűnt egy percre. Múza Péter fent a Nyolpalotában a szerkesztőségben, hogy is mondjam, finoman szóban szerkesztett. Azaz húzott és átírt. Nem sokat tudtunk még az újságírásról, de azt azért már igen, hogy ez az ember egyszerűen a dolgát végzi. Ez is nyilvánvaló, hogy Zsigó Jenőc egy pillanatra sem érdekelte, de egyetlen pillanatra sem. Vagy, így történt. Menész a szerkesztői példát és eltolta. Mai felajánlott a New York Kávéház és a szerkesztőség között úgymond közvetíteni, de nem volt mit. Ilyet is voltam, meg büszke és a végtelenség, hát azért mégis a teszett Marinak is, meg nekem is, hogy valakiben semmi agresszió nincsen, csak éppen nem érti, hogy miért kéne kompromisszumot kötnie. Ugyanis ő is dolgozott. Épp úgy, mint az ott fent. Mari meg a Paternosterben. Nem Paternosterben vagy nem, ezt már nem tudom, ez a helyzet. Mindketten dolgoztattam, próbáltam valamit segíteni abban, hogy elérjem, amit Zsigó akart, Múza nem volt rossz indulatú, csak nem értett az egészből egy szót sem. Minden cíbe beleírunk, mondta, hiszen, és ezt értettük, ez a munkán. De ebben nem, mondtuk neki. Ez nem egy interjú, ez egy politikai interjú. Ezt viszont megértette. Ugyan 1988 volt, de akkor tehát ezt a fogalmat egy kaszt uralta, ugyanis a kommunisták. Más nem volt abban nehéz, hogy a politikai nézetei legyenek a saját sorsára és az identitására. Aha, mondta és megmondta a vállát, és lehozta. Zsigó Jenőcnek meg sem volt rendülve, ezt akarta, és akart ő mást, akart többet, mint amit kapott a szabad szó jogát. A kérdés a munka volt. És én úgy ismertem meg, hogy írtam egy cikket a kevesek által olvasott egyetemi újságba, Moldova György bűn az élet című ugyancsak a magyar nemzetben folytatásokban között riportregényéről. Jellegzetes szép magyar szöveg volt, rasszista viszonság, a hatalomvéte bensőség teljes oldottságával megírva. Igazán nem számíthatott arra, mármint Moldova, hogy bárki fennakad azon, hogy a cigány bűnözés magát értetődének tekinti, valamint úgy véli, hogy a homoszexuálisok kedvelik a barna bőrszínt. De hát rájártam. Az, hogy illegális befolyásra beszélőben Radnóti Sándor elegedült a nótáját, és én sem voltam túl engedékeny. Mindez elég sorba került Moldovának, amit csak azért említek, mert talán ez volt az első eset, amikor a nyilvánosan megjelent írások komolyan nehezményezték azt a naivan familiáris fasiszta szemléletet, ami annyira önelégült volt, hogy még azt sem tudta magáról, hogy rasszista. Zsigó felhívott az egyetemen, mondta, hogy olvasta ezt a cikket, és kérdezte, mi a következő lépés. Aztán mondta, hogy menjek az Énekes utcába, a szó metaforikus és igaz értelmében, nem is értem meg onnan többet. Pedig nem rólam van szó, legyen világos. Elkezdtünk csinálni ezt, azt létrejött a Falipe, voltak rendezvények az egyetemen, mentünk szemes iskolatából csinálni felnőtteknek. Én bizony tőle és általa és rajta keresztül kaptam egy új világot, amelyet addig nem ismertem. Az alakuló magyar ma polgárjogi mozgalmat, a fiatal értelmiségiekből és nem értelmiségiekből szülődő áldozatot, amelyet látni hihetetlen tapasztalat volt. És neki köszönhettem, hogy soha nem kellett a helyemét küzdenem, ebben a közegben, mint bárki másnak kellett, én Zsigó embere voltam, a legjobb korban ő maga. Én láthattam, tanulja lehettem annak, hogy valaki pillanatok alatt megváltoztatja a világot maga körül. Ez akkor is így van, hogyha Zsigó János egy zsenős számára nehezebb évek jöttek, nehezebb évek vannak, gyakran több vereséggel, mint győzelemmel, de jobban tudjuk ebben a teremben, hogy ami jó van, ami van, és amint ahogy van, ha valaki roma, és nem csak cigány, azaz roma akar lenni, annak mindnek az életében és a sorsában ott van a Zsigó Jenő léte. Mit ért ez az ember 60 év alatt? Elég komoly kérdés ahhoz, hogy óvatos tisztességgel válaszoljunk rá. Számtalan konkrétumot, amelyek jelentős részét ki lehetett kezdeni, de az egészet visszamenve nem lehet megváltoztatni. Amellett ezek a munkák által, akik a közelében lehettek, lehetünk az elmúlt évtizedekben, azok valamelyikében kihány éves, mennyire volt rá módja, mind megtanulhattuk, hogy a cigány és a kisebbségi politika végtelenül bonyolult, kiszolgáltatottságokat teli világában van egy ember, aki az állandóság maga, aki mindig mindenre pontosan emlékszik, és nem lehet emlékeztetni másokat sem, egy amnéziás világban. A roma parlament, amelyben állunk ma, a magyar progresszív történetének legfontosabb intézménye volt, van, marad, egy olyan hely, amelyet a boldogabb kor, nem tudom mikor, majd az előzmények között tart számon. A roma parlament mutatta meg, hogy mi a teendő. Intézményeket létrehozni és nem egyes alkotmánapossággal, hogy könyörögni vagy alkudozni. A roma parlament egy mély szegénységben elő a társadalmunk kívül élő közösség, etnikum csoport egyik legjobb helye van és volt ebben az országban,
meg persze rendkívületesen nagy baj, mert nem jutott több, még több és egyre több. Sok órát töltöttem és töltöttem ebben a házban, fokos mondatokat hallottam, vadvitát láttam és sok jó zenét hallottam. Engedelmessége mégis zenész is lett, és nem is milyen. Andorom csak ugyan komoly leszke volt számomra, néztem, hogy mit csinálja ezt az egészet, ugyanolyan komoly elszántsága, mint a politikát. De időre egyes számnál csak megmozdult, nevet és mosolyog, és vad lett, és remélem most mindjárt hallhatják azt a mondatot. Köszönöm szépen.